A tervek szerint idén nyáron adták volna át a felújított újhegyi strandfürdőt. Azonban a közbeszerzés 2 hónapot csúszott, így a munkavégzés is kitolódik. A felújítás során újjáépül mind a nagy, mind a gyermekmedence. Új medence építésére nincs lehetőség. Oka, hogy Kőbányának egy olyan kohósarokkal feltöltött része a terület, ahol nem lehet mélyépítési munkákat végezni. A felújításról és az új lehetőségekről beszélgettünk Kúróczi Pállal, a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetőjével. Nagyon örül a Kocsis Sándor Sportközpont, hogy az önkormányzat hatatos támogatásával egy új uszoda mellé egy új strand épülhet. Hát azért ráfért a felújítás is a strandi berkekbe is, úgyhogy azért volt szükség rá. Egy medence burkolatújítást is végeznek, az öltöző épület is teljesen újjáépül, és egy kicsit megmozgattuk a fantáziánkat, illetve a családoknak itt is nagyon szeretnénk kedvezni, ugyanis a kiskortól az idősebbek korig mindenkire gondoltunk. Gondolnék arra, hogy ugye eddig is volt egy babaúszó kis medencénk, meg egy nagyobb strandmedencénk. Lesz mellette egy vizes játszóterünk, ami egy abszolút újítás, egy rendes játszóterünk is lesz, valamint egy nagyon jó kis sportpályánk lesz, ami strandkézilabda és strandröplabda pályára is lehet használni, és az idősebbekre egy petánk pálya gondolatával gondoltunk. A strandban én úgy gondolom, hogy a napsütés és a víz kell, hogy adott legyen, de azért természetesen árnyékos részekre is gondolunk, tehát ponyvás részek is lesznek, amik az árnyékot szolgáltatnak, illetve a növényzetet is pár helyen kicserélik. Úgy új úszómesteri emelvényt fogunk kapni, és ami még újítás, eddig ez nem volt, napozó ágyak is lesznek itt az újhegyi strandon. Sajnos ez a nyári szezon, az idei nyári szezon, ez kimarad. Tehát a nyáron nem fogunk tudni megnyitni, bármennyire is szeretnénk, és bármennyire is várnánk mi is, hogy még azért tudjunk csobbanni itt a nyáron. Ez most sajnos idén nyáron nem fog még megvalósulni. És esetleg bővül-e a kapacitás, nagyobb befogadó képességű lesz, illetve változnak-e a jegyárak majd? Jegyárak biztos, hogy változni fognak, hiszen utoljára 2019-ben volt azt hiszem nyitva a strand, tehát biztos, hogy változnak a jegyárak. A kapacitást azt meg kell nézni, hogy a jogszabályoknak megfelelően hogy tudjuk teljesíteni, és akkor úgy fogunk cselekedni természetesen. És nem tudom, hogy ugye a felszínt azt látjuk, hogy változik, de hogy a gépészetben lesz szükség valami változásra, újjáépítése. Igen, ott is megtörtént az uszoda, illetve a strandgépészet összekötése, valamint a vízi játszótér alatt is egy komoly gépészet lesz, mert ott is azért foglalkoznunk kell, nem úgy, hogy csak rákötjük a vizet, mert ott is fontos a fertőtlenítés, illetve hogy a gyerekek biztonságban legyenek. A nyári sportok szerelmeseit a megújult strandfürdőn 3 új sportpálya is várja majd. Egy nagyobb, amin belül 2 kisebb lesz. Valamint a pályák mellett egy lelátó is készül, amelynek az alapjait már letették. Nagyon szeretnénk majd a Strandkézilabda Szövetséggel is beszélni, hogy egy állomás legyen a Kocsis Sándor Sportközpont újhegyi úszoda és strandfürdője ennek a nagyszabású nyári rendezvénynek, ami Budapesten is több helyszín van, illetve országos szinten is több helyszínen van, és nagyon szeretnénk ezt csatlakozni, nem csak a strandkézi, hanem a strandlöplabda pályák tekintetében is, hiszen abból 2 lesz. Tehát mondhatom, hogy ez egy multifunkcionális sportpálya lesz, egy 150 fős nagyon szép lelátó is lesz hozzá, úgyhogy ez ilyen események alkalmasak lesznek erre, hogy itt egy kicsit hirdessük Kőbányának a nagyszerű sportéletét. Az biztos, hogy a Diák Olimpiába ezt be fogjuk húzni, azt a strandkézit is, meg a strandröplabdát is, és akkor nagyon-nagyon jó lesz. Már alig várom, hogy a gyerekek itt jöjjenek és birtokba vegyék ezeket a sportpályákat is. A megújult uszoda mellett a felújított újhegyi strand előnyeit is élvezhetik majd a közeljövőben a kerület lakosai.